Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Hollik István, a Fidesz kommunikációs vezető, aki időközben levette a maszkát, mert elég a szociális távolság közöttünk. Hogy van korán reggel pénteken? Egy másik stúdióba jövök, úgyhogy most már éber vagyok. Na de péntek van, és kivittél ma a gyerekeket a bölcsibe? Hát éppen a nagyobbik fiamnak mától digitális oktatása van az iskolában, mert tanárok közül sokan megbetegedtek, nem biztos, hogy koronavírus, de azért biztonságkedvéért is bezárták az iskolát, úgyhogy nem kell őket vinni. Bízunk benne, hogy ez nem fog sokáig tartani, habár azt mondta a tiszti főorvos, hogy a harmadik hullámba léptünk. Hogy van erre az ország fölkészülve? Mert itt már készültünk arra, hogy a gazdaságot újraindítjuk, készültünk arra, hogy minden jó lesz, de hát nem úgy tűnik, hogy most éppen gyorsan megjön a messiás az elkövetkező napokban. A helyzet az, hogy versenyt futunk az idővel, mert két folyamat indult most meg, azt láthatjuk. Az egyik ugye az oltás, egyre több ember van beoltva Magyarországon, és hála Istennek egyre több oltás is érkezik Magyarországra, tehát lehet is választani. Viszont emellett meg azt látjuk, hogy sajnos, ahogy a tiszti főorvos asszony mondta, hogy a harmadik hullám az elért bennünket is. Egyelőre hála Istennek messze nem olyan intenzitással, mint mondjuk szegény szomszédainkat, a szlovákokat, ahol olyan szinten tört rájuk, hogy hát az a helyzet, hogy ott összeomlott az egészségügy, tehát ott nagyon nagy probléma van, úgyhogy ezért is döntött úgy három szomszédos ország, hogy amennyit most tud, azt segít Szlovákiának, hogy Ausztria, Magyarország és Csehországról van szó. Tehát itt most konkrétan versenyfutás van az idővel, és azért nehéz, mert már valóban ugye a konzultációnk és az újraindításról szól. Hogyan indítsuk újra a gazdaságot, hogyan indítsuk újra az életet. Itt van már az oltás, tehát már mindannyian azt gondoltuk, hogy már nagyon-nagyon közel vagyunk az alagút végéhez, erre most ránk tör ez a harmadik hullám, ezért most bármilyen nehéz, azt kell kérjük mindenkitől, hogy most még tartsunk ki fogunkat összeszorítva, tartsuk be a szabályokat, mert ha nem, akkor sokkal nehezebb helyzetbe kerülünk, és akkor viszont egyébként sokkal távolabb kerül az újraindítás lehetősége is, az a lehetőség, amelyre már mindannyian vágyunk. Nekem az a kérésem, olyan jó lenne, hogyha pont a heti tévétől, aki éppen nehéz, nem a heti tévét, csak én élek meg nehéz napokat, és nem ismétlem meg, hogy miért ma különösen, mert a fiam születésnapja lenne, ha ő lenne. Mi lenne, hogyha egy tűzszünetet hirdetne a kormány? Ugyan a választásokra való hajrá már rég elkezdődött az ellenzék részéről, pedig az csak 22-ben lesz. Valami olyat, hogy legalább ez ne legyen most rajtunk. Nézze meg a Magyar Nemzet mai, én tudom, hogy ön a Fidesz kommunikációs igazgatója, és nem az ország kommunikációs igazgatója, de Magyar Nemzet címoldalán bukhatnak az MSZP vezetői. Bíróság elé kerül a kongresszus ügye, ami rontja a párttárgyalási pozíciót. Lehet, hogy még választások előtt bedarálja őket az ellenzéki összefogás? Nem tudom, több dolog is fölmerült, hadd válaszoljuk mindig. Egyrészt az, ami a heti tévével történik, az vállalhatatlan. És ezt nem azért mondom, mert most éppen egy DK-s polgármester akarja önöket nyilvánvalóan politikai nem is tudom, alapon. Nem is tudom, mitől DK-s, hiszen ő se tudja, hogy micsoda. Ez igazából teljesen mindegy, de az az eljárás, amit folytatnak a heti tévével szemben, az egyszerűen méltatlan. Méltatlan, teljesen mindegy, hogy ki a polgármester, meg annak milyen a politikai színezete. Ilyet szerintem nem ígérem lehet csinálni. Ennek, hogy vagy a Holdról, vagy a Spaceból, de a heti tévé lesz. Én meg akkor jövök, hogyha hívnak. Spaceben, ugye Holdra nehezebben jutok ki, de majd valahogy megoldjuk. Igen. A másik, hogy felvetése, hogy én is örülnék neki, hogyha járványügyel kapcsolatban nem lennének politikai viták. Én azt gondolom, hogy egyik ország járványügy védekezése sem tökéletes. Nyilvánvalóan a miénk sem az. Hát ebben nincs gyakorlatunk még. Senkinek sincs.
Ki gondolta volna, én azt hittem ezelőtt két héttel, hogy hamarosan nem kell maszkba járni, ugyan nagyon sokat tájékozom és foglalkozok a dolgokat, de azt hittem, hogy már mindjárt túl vagyunk rajta. Ehelyett meg és ez most megyünk a mélybe. Ez van, is mondom, tartsunk mi lenne, ki, ha mert akkor... kezdeményezik, azt mondják, hogy figyeljetek, megvan a véleményünk rólatok, de most hagyjuk, inkább de rendezétek mi ezt, de a mi ezt mondjuk, de mi ezt mondjuk egy éve? Tehát, hogy most ezt hagyjuk, hát és lecsináljuk. Hát ők is a nemzet részei. Itt az emberekről van hát szó. Pontosan erről van szó. Mert a járvány, tehát, hogy... nem hiszem, hogy különbséget tud tenni Fideszes, KDNP-s, LNP-s, akár Momentumos. Nem tud, és az a helyzet, hogy mi régóta mondjuk, hogy ebben a helyzetben összefogásra van szükség. És én nem várom el az ellenzéktől, hogyha majd ezen az egész járványon túl vagyunk, akkor egyébként majd lehet értékelni a járványügyi védekezést. Lehet azt majd kritizálni is. Csak most, amikor benne vagyunk, és az ember életeket kell megvédeni, és például mindannyiunknak az az érdeke, hogy az emberek legyenek beoltatva, akkor szerintem felelőtlenség az, hogy a magyar szakemberek jóváhagyás és engedélye ellenére, mondjuk a baloldal vakcina ellen hergel, amikor azt mondja, hogy ami nem kapta meg az Európai Gyógyszerügynökség engedélyét, avval ne oltassák be magukat. Ez szerintem felelőtlenséget. Hogy tudnak elszámolni azokkal az emberéletekkel, akik az ő javaslatuknak megfelelően nem oltatják be magukat azzal a vakcinával, az orosz vakcinával, amit a magyar szakemberek már megvizsgáltak, biztonságosnak találtak, és mégse oltatják. Hogy fognak elszámolni? Tehát ilyet szerintem nem lehet csinálni, ez felelőtlenség. És sokszor kértük őket, hogy most ebben a helyzetben tekintsünk el. Lesz még bőven elég időnk, ahhoz is egyébként az kell, hogy minél hamarabb le tudjuk zárni, és magunk mögött tudjuk hagyni ezt a vírust. Tehát lesz még elég időnk a politikai vitákra. Tehát ne féljenek, és nem fogunk előle elfutni, meg elugrani. Állunk elébe. Csak most ezt ne csináljuk. De én azt látom, hogy mi mindig ezen az állásponton vagyunk, de nem ér semmit, folyamatosan támadják a járványügyi védekezést, ezzel úgy látszik együtt kell élni, de ez van. Mint egy kommunikációs szakember, hisz ezzel foglalkozik. Most magyarázza már meg nekem, hogy mi a különbség egy rádió vagy egy televízió között. Amikor kezdtem a heti tévét, akkor mi is interneten adtunk. Igen. És nagyon hamar áttértünk természetesen a földi, a rendes sugárzásra, és bárki bármit mond, közlem önökkel, még az ellenségek is azt nyilatkozták, hogy egyedüliek vagyunk Európában, igaz, hogy Párizsban, meg Londonban van valami internetes zsidó televízió, de tegyünk ezer különbséget egy 24 órát adó, rendesen mindenhol fogható televízió és az internet között, ők különben a barátaink, hát porul jártak, nem lehet összevezeteni minket. Tehát a kérdés az, hogy elképzelhető, hogy most a médiahatóság úgy dönt, hogy a klubrádió, akit nem akarok megítélni, mert valamikor tudósítottam neki, eléggé egy bizonyos közönséget akar kiszolgálni. Szíve joga. Akkor lehetőséget kell nekik adni, hogy hallhatók legyenek, vagy erősítsük fel az emberek internetjét, hogy hagy hallgassák, hogyha az a nyugtató tablette nekik. De hát az a helyzet, hogy világosak a jogszabályok, és a médiahatóság a jogszabályok szerint járt el. Tehát, hogyha a médiahatóság valakit megbüntet, és az ellen az érintett, ebben az esetben a klubrádió nem fellebez, rosszul nyújtja be a pályázatát, érvénytelenné válik, nem tudunk vele mit csinálni. Tehát most nem végre... a kormány ármánykodása, ezt hát akarom mondani. Hát hogy lenne az? Hát vannak világos jogszabályok. Most végre a klubrádió tett valamit, ugye fellebezett, és rögtön a jogszabályok szerint ezt majd megítélik, és most tud majd beadni új pályázatot. Hát pedig Mártinnak könnyebb lenne, bár én úgy érzem, hogy én nem szeretnék Mártin lenni, nem értem, hogy ő nekik ez miért. De egyébként, ha már itt tartunk, és ha már a heti tévé előkerült, én is várnám azt egyébként, hogy Dónát Anna mikor hozza föl az Európai Parlament plenáris ülésén a klubrádióval, vagy a klubrádió mellett a heti tévé ügyét. Nevetni a kérdés fog. Az jogos. Barátaink telefonáltak Brüsszelből, francia és német barátaink, és még ott lévő magyar képviselők is, hogy mibe segíthetünk, és mi történik veletek, mert itt csak arról hallunk, hogy a klubrádióval baj van. Mondtam, hogy jó, majd jelentkezem, és mondták, Péter, nem majd akkor, amikor már a temetőbe kísérnek ki, mert belehalsz,
sokan ezt is nem értik, de hát én egy 69 éves öreg ember vagyok, és ezért ez kellőképpen megvisel, főleg, hogy ez egy életmű, hogy szóljak. És idáig azért nem akartam, mert nem szerettem volna, nyilatkoztam egy izraeli lapnak, hogy nem szeretném, hogyha az én pofámra égne rá, hogy Magyarországon antiszemitizmus van, mert akarja vagy nem akarja, ami velünk történik, az egy, lehet tovább gyűlölködni, az egy antiszemitizmus háttere is van neki, mert nem engedtük be a szélsőségeseket. Tudja, ebbe a televízióba még a két szélsőséges pártból egyetlen egy sem volt. Az, hogy egy ilyen nagyon érdekes válasz, hogy ez csak egy politikai brandépítés volt, egy politikai gimmick, hogy listázni akartak minket, ez rajtam nem segít. Én megígértem, hogy ide nem, és ezt betartottam. De hát így is győztek, úgy tűnik, ha bár nem fogom föladni, hisz az új koalíciós partnerek azt mondták, nem engedett be őket? Nem leszel, nem lesz hova nem beengedni őket. Most már keressük a válaszokat, hogy mit lehet tenni, ki fog derülni. Az, hogy győz az igazság, az előbb-utóbb tényleg így lesz. A kérdés, hogy mikor. Már javában a híradóban vagyunk, elnézést, hogy túl sokat beszéltünk magunkról, de ha a Klubrádióról beszélünk, fontos, akkor... fontos ügy. Kedves nézőim, a pontos idő 8 óra 2 perc. Következik a híradó. Az én zsidó szemüvegemen keresztül, mert nem lehet nem zsidó a szemüvegem, nem hottentotta. Egy általam vélt objektív híradó következik, akinek építő jellegű véleménye van. Megadjon egy tasztatúrát, írjon nekünk egy jó Mont Blanc tollal, vagy egy ilyen egyforintos tollal. Tudják, békeszerződést is alá lehet ezzel írni, csak kell, hogy legyen egy másik fél, aki hajlandó tárgyalni. Mi mindenkivel hajlandó vagyunk tárgyalni, aki nem szélsőséges. Tehát nézzék a híradót, utána jövünk vissza, és még érdekes vendégekkel várom Önöket.